30 éve Máros Budaörs. Az évfordulót kulturális rendezvénysorozattal ünneplik. Ön honnan értesül a budaörsi helyi hírekről? Ezt is megkérdezte az önkormányzat a közvéleménykutatásában. És nyomrögzítés úgy, mint a filmekben, meg birincselés másodpercek alatt, mindezeket kipróbálhatták az érdeklődők a rendőrkapitányság nyílt napján. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. 30 éve és 22 napja Város Budaörs. Jó estét kívánok! A település 1986. január 1-én kapta meg a városi rangot. A kerek évfordulót háromnapos rendezvénysorozattal ünneplik, kulturális programokkal, kiállításokkal és vetélkedővel. Akik persze emlékeznek rá, hogy milyen volt ez a helység 3 évtizeddel ezelőtt, azoknak többet is jelent ez az esemény. Akik viszont túl fiatalok, vagy csak később költöztek ide, azok most megismerhetik a múltat. Ismerősek ezek a képek. Ha régóta él Budaörsön, akkor minden bizonnyal járt még vásárolni a lakótelepi bodegákhoz, melyek többségét 2004-re már lebontották, hogy egy park épülhessen a helyén. És biztos intézte hivatalos ügyeit a Városháza régi épületében is, amely 2005-re nyerte el mai formáját. Sok mindent tudnánk még mutatni a 30. születésnapját ünneplő város múltjából, de talán még ennél is fontosabb, hogy hogyan tartja emlékezetében egy közösség az elmúlt éveket. Az önkormányzat háromnapos ünnepségsorozatot rendezett, melynek megnyitóján fotókiállítás idézte meg a város érdekességeit, szépségeit. Azok tudják leginkább a szemtanú hitelességével, hogy milyen változáson ment keresztül ez a település az elmúlt 30 évben, akik már tudatosan élték meg azt az időpontot, amikor ez a nagy község várossá vált, vagyis 1986. január 1-jét. Azt azért őszintén megmondom, hogyha a rendszerváltáskor valaki megkérdezi tőlem, hogy hogy gondolom majd, amikor 30 éves lesz ez a település, milyen képet fog mutatni, akkor biztos elmondtam volna sokféle álmot, de a legmerészebb álmomnál is szerintem ez a település ma egészen más arcot, egészen szebb arcot mutat, mint bármikor is remélni mertem. Egyszerűen arról van szó, hogy a budaörsiek ráéreztek arra, hogy a gazdaság mindennek az alapja, és ahhoz, hogy egy település fejlődni tudjon, ahhoz meg kell teremteni az alapokat. Kockázatosak voltak ezek az első lépések, és időnként komoly ellenállással is meg kellett küzdenünk. De az első cégek megtelepedése után már könnyebben ment minden. Kezdetektől a harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődés mellett tettük le a voksunkat, vagyis a hiányzó infrastruktúra pótlása mellett kiemelten kezelte a város az oktatás területét, az egészségügyet, a szociálpolitikát, a sportot, a minőségi ügyintézést, vagy éppen az épített és a természeti környezet megóvását is. Talán ennek köszönhető, hogy ahogy a polgármester is mondta, a legfrissebb közvéleménykutatás szerint a budaörsiek 99%-a szeret ebben a városban élni, és többségük jobbnak ítéli meg a saját helyzetét, mint más településen élő ismerőseiét. A rendezvényen Jenei Zsuzsa, tőzsgyökeres budaörsi osztotta meg gondolatait, emlékeit a városról. Szerintem budaörsinek lenni egy életérzés. Emlékszem, amikor a Budaörs városi címet kapott, nagyon büszke voltam, hogy ez elhangzott a tévébe, a rádióba, sőt, még az újságok is megírták. Én akkoriban sportoltam, itt a budaörsi kézilabda csapatban játszottam, és éppen egy budapesti csapattal játszottunk, és ők nagyon kedvesen fogadtak minket, na, megjöttek a falusiak. Hát erre mi olyan mérgesek lettünk, és úgy kikértük magunknak, hogy hát mi vagyunk a falusiak, hát ők nem olvasnak újságot, néznek tévét, hát Budaörs város lett.
és annak rendje és módja szerint újdonsült városi lányokként revansot vettük és megnyertük a meccset. A kiállítást egy könyvbemutató is kísérte. A kiadvány kifejezetten erre az alkalomra összeállított gyönyörű városfotókkal tarkított album. Én nem Budaörsön születtem, viszont amióta itt lakom, azóta teljesen magaménak érzem. Tehát amikor így kérdezik, hogy hol valósi vagyok, mindig első azt vágom, hogy én budaörsi vagyok, és aztán gondolkozom, hogy nem Baja, tehát Baján születtem, Budaörs Baja kicsit hasonló, de az én szívem már budaörsi, legalábbis úgy érzem. Mi az, amit legjobban szeretsz ebben a városban? Hát az én nagy szerelmem a törökugrató. Azt, aki látta a könyvet, vagy látja a könyvet, az láthatja is, hogy amikor én kinézek az ablakon, akkor mindjárt megtalálom, akkor ezt látom. Tehát reggel, délben, este, télen, nyáron, ősszel, télen, ősszel és tavasszal én minden évszakban a törökugratót fotózom, és ez egy olyan megnyugvást ad, hogy ez valami hihetetlen. A másik kedvenc képem, ami ismét az ablakomhoz kötődik, ez nem az ablakomból kifelé lett fotózva, hanem inkább befelé az ablakra. Tehát ezek ilyen különleges esőcseppek, amiből a velem szemben lévő panelházt láthatjuk. Szerintem ez egy nagyon-nagyon különleges kép, és ezt is nagyon szeretem. És az a kép, amivel a legtöbbet dolgoztam, az a címlapon található. Ez egy körpanoráma, és hát nem csak azzal küzdöttem meg, hogy le tudjam fotózni, hanem azzal, hogy ne is üssenek el, mert ez a körpanoráma a körforgalom közepéről készült. És hát nagyon-nagyon-nagyon sok munka van benne, tehát hogy pont ne jöjjön autó, pont ne legyen hideg, pont ne legyen meleg, jók legyenek a felhők, ne fújjon a szél, tehát hogy ebben aztán minden benne van. Az eseményen Budaörs testvérvárosi települései, vagyis a szlovákiai Kisújfalu, a szerbiai Magyar Kanizsa és a németországi Breczfeld delegáció is részt vettek, és nem érkeztek üres kézzel. Breczfeld polgármestere a két település szilárd kapcsolatát szimbolizáló határkővel ajándékozta meg Budaörsöt. Nagyon szépen köszönöm a város nevében, és ígérem, hogy fogunk ennek egy nagyon megfelelő helyet találni. Ahogy más szülinapi rendezvényen, itt is tortával kínálták a vendégeket. A gyerek születésnapokat mindig megünneplik, ugye van egy olyan mondás is talán, ha jól tudom, hogy a gyerek születésnapokra szoktak tortát venni már idősebb korban. Hát ez a 30 év szerintem egy olyan fordulópont, amit mindenképpen ünnepelni érdemes, és nagyon örülünk, hogy a lakosság ennyire aktív volt ebben az ünnepség sorozatban, úgy az előkészületekben, mint itt a megnyitón a részvételben. Az ünnepség sorozat első napját a Harmonia Garden koncertje zárta. Az önkormányzat közvéleménykutatását elemezzük. Itt van a stúdióban Eller Erzsébet, a Budaörsi Napló főszerkesztője. Szervusz, jó estét kívánok! Kollégák vagyunk, ezért tegeződünk, mindig is így szoktuk ezt tenni. Kielemeztük már ezt a közvéleménykutatást a polgármesterrel, kielemeztük a közvéleménykutatást készítő céggel, most pedig arra gondoltunk, hogy mi sajtómunkatársak elemezzük ezt ki, és elsőként elemezzük ki a sajtót, a budaörsi sajtót, mert hogy ez is része a közvéleménykutatásnak, és ezek szerint ti vagytok most Budaörsön a meghatározó helyi hírforrás. A válaszadók 42%-a azt mondta, hogy a Budaörsi Naplóból értesül a helyi hírekről. Mi a második helyre szorultunk, korábban mi voltunk az elsők, most mi 34%-on állunk. Meglepett benneteket ez a hír? Én is köszöntök mindenkit, téged is és a nézőket is. Hát egy picit meg is lepett, de az az igazság, hogy számítottam is rá, ugyanis az elmúlt évben mi elég sok figyelmet fordítottunk a saját marketingünkre is. Azon kívül, hogy a honlapunkat igyekszünk tényleg nagyon napra készen, egy nap többször is frissíteni, információkkal ellátni az embereket, a nyomtatott lapunkat pedig, amit a kezedben tartasz, igyekszünk havonta úgy összeállítani, hogy ne csak egy ismétlése legyen annak, ami a honlapunkon már megjelent, hanem abból egy valóban szerkesztett válogatás, ami azoknak ad információt, akik nem érnek rá naponta helyi ügyekért fölmászkálni az internetre, de a busz
buszon, a villamoson, vagy éppen bárhol, ahol ücsörögnek, szívesen forgatnak egy nyomtatott lapot, és abból tájékozódnak. De akkor egy nehezet hadd kérdezzek. Igen. A Budaörsi Infónak is van nyomtatott kiadása. A Budaörsi Infónak is van internetes felülete. Mégis ők 20%-ot értek el, ti pedig 42%-ot, több mint kétszer annyit. Mi a titok? Júj, nagyon nehéz kérdés, mert ugye ilyenkor az van, hogy az ember úgy elkezdeni a versenytársát szívni, hogy csak na, de hát természetesen ezt nem teszi, mert jól nevelt. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi 25 éve vagyunk ezen a piacon, illetve 25 éve jelent meg az első lapunk, az azért egy helyzeti előny. Különösen akkor, hogy nem hagytunk ki soha egyetlen egy hónapot se, és azóta folyamatosan jelen vagyunk. Ráadásul mi igyekszünk tényleg egy bőséges tartalmat adni nyomtatásban is, tehát ahogy említettem, az interneten nagyon sok információ, nagyon sok cikkünk megjelenik, de azért ez a havi válogatás is minimum 24, mint ugye most a januári lapunk, ami mindig soványka az évelején, de az évvégén 40, 44, 48 oldal, hát ők ezt a terjedelmet nem nyújtják, illetve hát én bízom abban, hogy szakmailag is helytálló, amit csinálunk, és talán ennyi év alatt bebizonyítottuk már az embereknek, hogy fújjon balról, fújjon jobbról a szél, vagy essen az eső, vagy a hó, próbálunk hitelesek maradni. De mi a titok nyitja? Az, hogy ti mindig középen maradtok? Vagy az, hogy megpróbáltok a dolgok mögé látni? Vagy megpróbáltok nagyon sok hírt közölni? Hát én azt gondolom, hogy inkább az, hogy igyekszünk, tehát én ezt a szakmát, úgy látszik is rajtam sajnos, 2,5-3 évtizeddel ezelőtt kezdtem el csinálni, sajátítottam el, és akkor a fejembe verték az akkori tanítómestereim, és meg utána azok az országos lapok, ahol az életem során megfordultam, hogy rendkívül fontos mindig az, hogy mindig mind a két fél véleményét kérdezd meg. Természetesen is itt majd biztos, ahogy utaltál is rá, hogy középen maradunk, tehát senki nem független önmagától, senki nem független valamitől. Én nem vagyok független például a budaörsiektől. Tehát ha én írok egy témáról, akkor mindig azt nézem, hogy a budaörsieknek mi az érdeke, szemben mondjuk a ceglédiekkel vagy a budakesziek érdekével, és akkor ezt próbálom képviselni, mert mi a budaörsiek lapja vagyunk. És azon belül viszont természetesen többféle álláspont, többféle érdek ütközik, és akkor ezeknek az ütköztetését próbáljuk mi meg bemutatni a labban. Ami de nem... akkor el kell játszani a hülyét, tehát mintha mi nem is értenénk, hogy ki miről beszél, csak ide rakjuk, ez fekete, ez fehér, ez zöld, ez piros, és dönts el az olvasó. Nem. Én azt gondolom, hogy nekünk nem a hülyét kell eljátszani, sőt, hanem tudni kell kérdezni. Tehát amikor az egyik oldal, vagy a másik oldal, vagy az egyik érdek, vagy az másik érdek, akkor nekem föl kell készülni az ellen érdeknek az évrendszeréből. Föl kell készülni abból, hogy ők mit gondolnak a másik oldalról, és azt szerint kérdezni. Tehát nem a hülyét kell eljátszani, hanem a másik oldal szerepébe kell egy kicsit beleélni, beleásni magad. A gondolat elején azt mondtad, hogy a versenytárs. És valóban, ha visszamegyünk 10-15-20 évet az időben, akkor nem volt versenytársatok, mint ahogy egyébként nekünk, a Budaörsi Városi Televíziónak sem volt. Ma már nektek is van versenytársatok, és nekünk is van versenytársunk. Holott ugye korábban azt hangzott el, hogy az önkormányzat párhuzamosságokat nem finanszíroz. Mégis finanszíroz. Jó ez a verseny szerinted a médiapiacon, hogy mindenből van legalább kettő? Én nagyon versenypárti vagyok, már csak azért is, mert az alapvégzettségem az közgazdász, és a közgazdasági ismereteimben én nagyon hiszek a piaci viszonyokban, mert természetesen megfelelően szabályozott keretek között. Most, hogy ez egy ilyen kis településen, mint a miénk, mennyiben érvényesülhet, vagy mennyiben nem, ez már más kérdés, és nagyon bonyolult. És említetted az önkormányzat finanszírozását, hát mi a 25 évből, olyan 12, a fele időben kaptunk finanszírozást, a fele időben nem. Ez úgy volt, hogy az elején egyáltalán nem kaptunk, akkor rájöttek, hogy létezünk, kötöttünk egy együttműködési megállapodást az önkormányzattal. Talán emlékszel, hogy volt egy városházi hírek 4 oldalunk folyamatosan, azt finanszírozták, de az összes többi oldal az továbbra is a piaci viszonyok alapján dőlt el, hogy mi kerüljön rá. Aztán volt 2,5, majdnem 3 választási ciklus, amikor nem kaptunk, és most tavaly ismét kaptunk, de igyekszem úgy alakítani mindig a bevételeinket és a kiadásainkat, hogy ne függjünk egyetlen egy nagy megrendelőtől, még ha az az önkormányzat attól se.
Te úgy mondod, hogy kaptunk támogatást, tehát én elmondom, 6 millió forintot kaptatok. És bruttó, hogyha... és számlát adtunk róla, úgyhogy az áfá gyorsan vond is le belőle. Na most, ha megnézzük bármelyik település költségvetését, de legyen az Budaörsnél egy kisebb település is, minimum 40, de inkább 60-80 millió forintba kerül a helyi újság kiadása. Hát akkor itt nagyon sokat hozzá kell még nektek tenni, hiszen ha valaki megnézi a Budaörsi Napló kiadását, akkor ez nem akármilyen papírra van nyomtatva, tehát ez nem egy újrahasznosított papír, és egy színes újság, ez nem két fillér. Ez így van. Viszont azt gondolom, hogy ha már valamit a 21. században nyomtatásban megjelentettünk, akkor az legyen igényes. Tehát ne WC-papír és... tördelésébe, küllemébe, papírminőségbe, és nagyon-nagyon sok mindenen kellett spórolnunk az elmúlt évek alatt, a munkatársak számán, a saját díjazásunkon, az úti költségeken és telefonszámlán, egyebeken, de az újság minőségén, tehát akár a papír, akár a grafika, akár a tartalom, abban úgy gondoltam, hogy nem szabad visszamenni, mert akkor az a halálunkat jelenteni. És hát valóban ez, amit említettél, ez a bruttó 6 millió, amiből ugye lejön az áfa, ez számunkra egy, tehát nem mondom azt, de örülök neki, és nagyon-nagyon sajnálnám, ha az idén, amikor majd ugye lesz az éves költségvetés, azt mondanánk, hogy valami miatt erre nem jut, de azért hát a bevételeinknek a 20%-át nem haladja meg, és igyekszünk is, hogy ne haladja meg soha. És ha azt nézzük, hogy hogyan hasznosul ez a 6 millió forint, akkor nyilván jól hasznosul, hiszen 42%-a a budaörsieknek tőletek értesül elsődlegesen a budaörsi hírekről, de ehhez képest sokkal nagyobb összeggel támogatja mondjuk a város a Budaörs Rádiót, vagy a Buda környéki regionális televíziót 45 millió forinttal, meg sem jelenik ebben a közvéleménykutatásban. Akkor ott viszont nem hasznosul jól a pénz? Ez legyen azoknak a dolga, akik a költségvetésről döntenek. Én inkább a közvéleménykutatásnál arra csodálkoztam rá, hogy én örülök a mi 42%-unknak, de ez miért nem 86 vagy 90? Hát azért, mert van egy hatalmas nagy réteg, több mint a fele, aki sehonnan nem tájékozódik. Se tőlünk, se tőletek, se az előbb említett médiából. Ez egy megosztás, ugye? Tehát, hogy aki első helyre titeket mondott, az már más nem mondhatott első helyre. És nem, akkor ez... nem megosztás, mert akkor ki kéne, hogy jöjjön a 100%-nak. Nem adtam össze, és nem jön ki a 100%. Nem, mert említhettek többet is. Tehát ez az, hogy minket említettek a legtöbben, de a fennmaradó rész az senkit nem említett. Beszélj tehát... másról, és ne csak a médiáról. Igen, ami de... engem meglepett ebben a közvéleménykutatásban, az az, hogy a legnagyobb elégedetlenség az az egészségközponttal van. Holott a Budaörsi Egészségközpont messze híres a környéken. Nagyon sokan ide járnak máshonnan is, és az egészségközpontnak pont az a baja, hogy nem utasíthatja el a Szászhalombattáról, Bicskéről vagy Zsámbékről érkezőket. Mégis a legtöbb embernek az egészségközponttal van baja. Igen, én is felírtam magamnak, hogy mi volt számomra meglepő, és az, hogy az egészségügyi központ korábbinál rosszabb megítélést kapott a lakosság körében, ez részben meglepő, részben nem, és erről beszélgettem is az egészségügyi központ vezetőivel. Ők azt gondolják, hogy mivel ma Magyarországon általában az egészségügy helyzete olyan, amilyen, tehát nagyon rossz, ezt ők is sajnos a saját szolgáltatásaikban már érzik, de leginkább az embereknek az általános érzete az egészségügyel kapcsolatban ezért sokkal negatívabb. És hát bizony a várólista, amiről ti is forgattatok anyagot, mi is írtunk, az egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, és a várólisták itt is hosszasak, és egyelőre nincs rá megoldás, hogy hogyan lehetne csökkenteni. Hívtam én is dr. Kovács Attilát, az egészségügyi központ főigazgatóját, el is jön, megvan már az időpont, úgyhogy akkor hát őt akkor is fogadom. Hát akkor majd őt is szembesítheted ezt. Téged mi lepett meg még ebben a közvéleménykutatásban? Hát, amit az előbb elkezdtem mondani, engem ez a hatalmas tájékozatlanságra lepett meg. Például az, hogy láttad valószínűleg, hogy mindössze a 24-28% tudja azt, hogy ki az egyéni képviselője. Tehát akár volt szavazni, akár nem volt szavazni, egy ilyen kis szűk településen, mint a miénk, mert azért ez mégse országos vagy nemzetközi méret, se kíváncsi arra, hogy ki az, aki az ő érdekeit közvetíthetné a városházán. Nem ismerik a testület összetételét, nem ismerik akkor nyilván azokat a döntéseket sem, amelyek ott születnek, hiszen ez adott lenne. Tehát amiről mi azt hiszük, amikor cikket írunk, vagy ti riportot forgatok, hogy lerágott csont, hogy mondjuk a három fideszes képviselő dír-dúr kivonul valamiért, és akkor a BFE képviselőjére hogy reagálnak, hogy ez közbeszéd tárgya,
hangja itt a városban nem az, és ez az, ami engem nagyon meglepett. És ugye ez azért is meglepő, mert hogy egyébként a BFE nagyon nagy többséggel nyerte meg ezt a választást. És azt mondjuk, hogy a Fidesz elvesztette ezt a választást, de összességében azért ők nem szerepeltek rosszul, más településen ennyi szavazattal már nyerni lehetett volna. Igen, csak nagyon sokan szavaztak a BFE-re, és utána mégsem érdekli őket, hogy mi történik? Mégsem tudják, hogy ki van a többségben a testületben? Hát nem. Nem, mert valószínű, hogy nem érzik a saját közvetlen életükben ennek a lenyomatát. Amit megint furcsa, mert ugye egy parkolási rendelet, vagy egy új törvény, egy adó például, egy adó bevezetése, vagy be nem vezetése, ez mind a mindennapjaink meghatározója, vagy hogy említett az egészségügyi központ, vagy az oktatás, de nem érdekli őket, vagy nem találkoznak vele, vagy nem szerinted figyelik. Azért, mert hogy most nincsenek olyan nagy látványos dolgok? Mert azért vannak beruházások, épül a nyugdíjasház, épül az Árpád utcai iskola, de persze régen épült a főút, és az nyilván mindenkit sokkal jobban érintett. Vagy épült az úszoda sportcsarnok, vagy épült egy új iskola, ami rengeteg vita volt, ugye mennyi pályázati forrástól esett el a város. Akkor hangosabb volt a település, nem? Most az, hogy felújítanak egy utcát, vagy hogy oldják meg a vízelvezetést, az talán nem annyira hangos. Ez így van. Kevésbé látványos dolgok, és itt a meglepő dolgoknál, ha említetted a beruházást, én kiírtam magamnak, hogy számomra az is furcsa, hogy nem végzett energiahatékonyságot növelő beruházást a lakosoknak a többsége, és nem is tervez ilyet. Ez azért furcsa számomra, mert mi ugye mindig egy fejlett, gazdag településnek hisszük meg, hát az is Budaörs, de valami mégis, hogy itt van az a rengeteg régi ház, amit megvesznek az emberek, ahol ezek az energiahatékonyságot növelő beruházások szükségszerűek lennének. Ehhez van önkormányzati támogatás is, amit ezek szerint nem vesznek igénybe, vagy nem tudnak róla. Tehát ez engem még jobban meglepett, hogy a saját életkörülményeinkkel se foglalkozunk, legalábbis a megkérdezetteknek a többsége nem. Mert hogy nem tudunk, vagy nem akarunk hosszú távon gondolkodni, tehát örülünk, ha azt tudjuk, hogy holnap mi lesz? És nem azt, hogy a jövő héten, vagy a jövő évben, vagy uram, bocsán, 30 év múlva? Hát mert bizonytalanok, és lehet, hogy nem akarnak hosszú távra elköteleződni, mert azért egy ilyen komolyabb beruházást, bármilyen jó jövedelme is van valakinek, elképzelhető, hogy hitelből kellene megoldania, amitől viszont fél. És hogyha azt mondja egy beruházó, hogy mármint egy cég, hogy 20 év múlva térül meg az én beruházásom, akkor lehet azt mondani, inkább fizetem a nagyobb számlát, én nem ruházok bele. Igen, ez elképzelhető. Hát érdekes volt átböngészni ezeket a számokat, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Olyan a rendőri munka a valóságban is, mint a filmekben. Megtudhatták az érdeklődők, ha elmentek a rendőrkapitányság nyílt napjára. A programot a rendészeti főiskola szervezte, hogy kedvet csináljon a képzéseihez. Budaörsön és a kapitánysághoz tartozó másik 20 településen ugyanis kevés a rendőr. Azt szeretnék, hogy minél több helyi ismerettel rendelkező és helyben lakó rendőr teljesítsen szolgálatot. Felszólítom, forduljon meg nekem háttal, emelj előre a kezeit. Jó, maradjon nyugton, meg fogom bilincselni. Ne forogjon! Maradjon így! Fordíts a fejét balra! El fogom vezetni! A bilincselés ellenállást nem tanúsító, vagy épp ellenállást tanúsító gyanúsítottakkal szemben szinte napi rutin feladatnak számít a rendőrök körében. Ilyen lehet esetenként a motozás, vagy a letartóztatott átvizsgálása is. Ez szinte minden járőrnek vagy nyomozónak a kis ujjában van, alapvető feladat, amit egy leendő rendőrnek rögtön a képzésének az elején el kell sajátítania. Ezekkel a gyakorlati teendőkkel az első között ismerkedhetnek meg azok a 18. életévüket betöltött hallgatók, akik úgy döntenek, hogy a rendészeti szakközépiskolában folytatják az érettségi megszerzése után a tanulmányaikat. Büntetlen előélet, ami a legfontosabb. Van egy egészségügyi, pszichikai és egy fizikai alkalmassági felvételi, 18 életévet be kell, hogy töltse, és meg legyen a megfelelő érettségi bizonyítványa is, és tulajdonképpen, ha ezeknek a feltételeknek megfelel, ami nem egyszerű és nem könnyű, akkor abban a pillanatban már bekerülhet egy alapszintű rendőri képzésbe. Nagy szükség van az utánpótlásra, hiszen Budaörsön is szinte folyamatos a létszámhiány, már hosszú évek óta.
Így nem csoda, hogy a toborzásokon, bemutatókon és nyíltnapokon is próbálják népszerűsíteni a megyében a rendőri munkát. A budaörsi rendőrkapitányságnak nagyon nagy hátránya az, hogy közel van Budapest, így az elszívó erő, mint a munkaerőpiacon, mint pedig nem a rendőri oldalról is óriási, hiszen közvetlen szomszédságunkban van a budapesti rendőrfőkapitányság és más szervek, ahol a kollégák kiteljesedhetnek, vagy egy más szakterületet ismerhetnek meg. Jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy 20 fő hiányzik a budaörsi rendőrkapitányság állománytáblájából, ami nem egy akkora nagy létszám, de elsősorban ezeket a státuszokat már meglévő rendőrökkel szeretnénk föltölteni, elcsábítani olyan helyekről, ahol már ők szakmai tapasztalatot szereztek. A toborzás tekintetében meg azt szeretnénk elérni, hogy ugye a budaörsi illetékességi területéhez 21 település tartozik, és erről a 21 településről szeretnénk olyan fiatalokat bevonzani a rendőrség kötelékébe, akik már helyi személyismerettel rendelkeznek, és tulajdonképpen ez óriási előnyt jelentene, hiszen a budaörsi rendőrkapitányságnak, az állományának 66%-a az nem köthető az illetékességi területünkhöz. Mik a tapasztalatok, mennyire kaphatóak a fiatalok, mennyire érdekli őket ez a terület? Én azt gondolom, hogy vannak olyan megyék, ahol abszolút nagy létszámban jelentkeznek rendőrnek. A mi területünk azért erről nem híres, hiszen a gazdasági szféra jól mutatja, hogy nagyon sok csábító lehetőség van itt a területen, és nagyon ritka az, amikor megfelelő számú embert sikerül toborozni a rendőrség kötelékébe a mi területünkről. Először nyílt nap keretében toborzót 2015. januárjában rendeztek nagy sikerrel a budaörsi rendőrkapitányságon. Akkor az érdeklődők nem csak az általában ismert rendőri feladatokkal találkozhattak, hanem egy kicsit betekinthettek a speciális munkákba is, ilyen például a nyomrögzítés, amely már külön szakértelmet igényel. Egy új nyomatvételt fogunk bemutatni a kollégánő segítségével. Megkérdezem, hogy gyűrű, esetleg van a kezeden valami sérülés, ami akadályozna a nyilvántartásba vételt. Fölkenünk ide erre egy kis festéket, erre a lapra. Jobb kezedet, légy szíves. Belemártjuk. És innen átmásoljuk körömágytól körömágyig a mintát. Majd jön a következő ujja, megfogjuk, hogy ne akadjunk el. Az új lenyomat, a DNS minta és a ma már egyre inkább szerephez jutó arcfelismerő program mellett az egyik leginkább megbízható egyedi azonosító, így többnyire a bizonyítás nélkülözhetetlen eszköze. Új lenyomatokat a helyszíneken elég régóta alkalmazzuk, illetve keressük. Ez az egyik legmegbízhatóbb és leginkább elfogadott a bíróságok által, mint bizonyítékok. Ezek egyediek, mint hogy a... És utánozhatatlan, sőt még testvéreknek sem egyformák az új lenyomatai. Bár azt is meg kell mondani, hogy nagyon gyakran ugye használják a gumikesztyűt, mint ahogy mi is, ugye azért van rajta a gumikesztyű, nehogy az én új lenyomaton kerüljön rá, illetve nehogy beszennyezzem a területet, de azért még mindig nagyon jelentősek, amiket eredményeket el tudunk érni. Tehát gyakran jönnek vissza a kollégáknak az eredményei, hogy elég megtalálták az új lenyomatot, és azon alapján készül a beazonosítás. Azon kívül még ugye levesszük az ennek a tenyér résznek is az új lenyomatát, bocsánat, hogyha valaki mondjuk rámarkolt valamivel, akkor az is meglegyen. A nyomrögzítés alapjaival, így az új lenyomat vétellel már a szakközépiskolai képzés során megismerkedhetnek a rendészeti hallgatók. Igaz, ahhoz, hogy kiemelt területen esetleg bűnügyi laborban dolgozhassanak, már felsőfokú képesítés szükséges a feladat összetettsége miatt. Tavalyi évben ugye nálunk történt a legtöbb bűncselekmény, de ez köszönhető az itt lévő rengeteg bevásárló centrumnak is. Ez évben azt gondolom, hogy majdnem, hogy sikerül megőrizni ezt a helyünket továbbra is, tehát hasonló stagnálás mutatható majd ki, de nem előre menve, hiszen a hivatalos statisztika még nem érkezett meg, tehát ez egy nagy terület. És azt gondolom, hogy számtalan olyan feladatot ellátunk, ami azt mondható, hogy egy hagyományos rendőri szervhez kapcsolódik, ilyen az igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, a bűnügyi szakterület, vagy a közrendvédelmi osztály, aki tulajdonképpen átfogja az egész területet. De itt lehetne specifikumokat felsorolni, akár a bűnügyi helyszínelésről, közlekedési helyszínelésről, vagy a körzeti megbízotti szolgálatról beszélhetnék.
Különleges feladatokat látnak el a kutyás rendőrök is. Van, aki nyomkövetésre, van, aki kábítószerkeresésre, és van olyan is, aki kimondottan járőr feladatokra visz magával kutyát. Kis Tamás rendőrtörzsőrmester, bűnügyi kutyavezető, és Pálai Tamás rendőrfűtörzs zászlós már több sikeres feladatot hajtott végre a kutyái segítségével. Jó napot kívánok! Talolt a fárá, jöjjön elő, igazoltatni fogok! Ennél kicsit talán nyugalmasabb, de mindenképpen összetett a baleseti helyszínelők munkája. A nyomok rögzítéséhez, szükséges mérésekhez jól felszerelt autókkal érkeznek a helyszínre. A baleset helyszínű autónkban minden helyszínű felszerelés megtalálható, amivel a legegyszerűbb anyagi káros balesettől egészen a halálos balesetig bármit le tudunk helyszínelni. A legalapabb felszerelések a fényképezőgép természetesen. Ennek forgatható a kijelzője, hogy minden létező szögben tudjunk vele fényképezni. Az éjszakai felvételekhez rendelkezünk egy viszonylag erős lámpával, ez van állványzat minden. Mivel a balesetek helyszínén méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, van ilyen kerekes távolságmérőnk, hogy ebben segítkezzen, ez gúny nevén a csattogós lepke. De rendelkezünk egyéb felszerelésekkel is természetesen. Hogyha a baleset helyszínén bármilyen anyagmaradvány, üvegszilánk, fékezési nyom látható, akkor ezeket körberajzoljuk mezei krétával, illetve úgynevezett sorszámtáblákkal szoktuk jelölni, hogy a későbbi eljárás során egyértelműen beazonosíthatóak legyenek a nyomok és a korábbi elhelyezkedésük. Vannak nekünk a gépjármű vizsgálatához szükséges eszközök is, mint például minden járműnél meg kell mérni a keréknyomást, illetőleg van olyanunk, hogy profilmélységmérő, amivel a gumiabroncsok állapotát tudjuk ellenőrizni. Illetve rendelkezünk még az út állapotának, illetve állagának méréséhez szükséges eszközökkel is. Ilyen például az út lejt szögének méréséhez szükséges szögmérő. Emellett rengeteg adminisztrációs munkával is jár a helyszíni mérés és kihallgatás. A kézzel rögzített adatokat később digitalizálniuk is kell, az így begyűjtött adatokat csatolják a nyomozati jegyzőkönyvhöz. Ha azt mondom, Janicsák István, szinte mindenkinek beugrik a Veresegyházi Asszonykórus és a Zizi Labor. Pedig már 12 éve, hogy nem jelent meg lemezük. Az utóbbi idő híre is csak arról szólnak, hogy ő Janicsák Veca énekesnő édesapja. Lesz azonban új hír vele kapcsolatban, újra összeáll ugyanis a csapat. Ezért is hívta meg őt Bétót László. Néhány perc múlva kezdődik az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó itt a Budaörsi TV-ben, de még előtte tekintsék meg a hétvégi programajánlót. Családi játszóházába várja a legkisebbeket a Régészeti Múzeum szombaton 10 és 13 óra között. A játszóházban egyebek mellett téli ablakdíszek készítésével tudják eltölteni az időt. Kézműves foglalkozásra hívja a gyermekeket a Városi Könyvtár is szombaton 10-től 12 óráig. Ezen a foglalkozáson farsangi állarcot készíthetnek papírból, vágással, ragasztással. A Rómeó és Júlia bemutató előadására várja a közönséget a Budaörsi Latinovics Színház szombaton este 7-re. De ha ez az időpont nem jó, vasárnap 19 órakor is megnézhetik ezt az új darabot a teátrumban. A Budaörsi Promuzika Kórus farsangi bált rendez az egyes számú általános iskolában szombaton este 7-től. A színvonal a zenéről Esze Tamás és a Special Request gondoskodik. A Magyar Origami Kör a papírhajtogatás rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket az Ifjúsági Klub rendezvényén vasárnap 10 és 13 óra között. A rendezvényre a belépés ingyenes. A gyermekközönségnek nyújt kellemes kikapcsolódást a Kutyafül Macskakő Egérút című mesejáték az Ifjúsági Klub színpadán hétfőn 10 órakor.
Mutatjuk és mondom is elérhetőségeinket, telefonszámunk 611-522, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu. Várjuk észrevételeiket, véleményüket, riportjainkkal, műsorainkkal, témáinkkal kapcsolatban. Ha hétköznap lemaradtak valamelyik műsorunkról, a bvtv.hu oldalon az archívumban megtalálják, vagy megnézhetik a hétvégi ismétlésben, amely szombaton és vasárnap és reggel 8-kor és délután 5 órakor kezdődik a hétfői adásblokkal, majd következik az összes többi nap. Én köszönöm egészheti megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, találkozunk hétfőn, viszontlátásra!